azt az egyik szervező a kezemben nyomta, Pintér bátyánkat. A... Erről szó lenne, ha azt mondanám, hogy megtisztelés Pintér bácsit körbevinni most a tömegen? Mit szólsz a mai tüntetés, az eredményesnek tartod? Hát én nagyon, egy ilyen szakadó esőben bárki, aki kijött, annak ezer hála. Egyszerűen elviselhetetlenül rossz idő van, de mi is itt vagyunk, mi is kiállunk magunkért, és ők is kiállnak értünk, és ez egy nemzeti ügy. És az emberek kezdenek rájönni arra, mi a fontos ebben a dologban. Most már jó szerintem, igen. A diákok meggyűjtötték a fákjáikat, majd a Flórián térről a köztévé elé vonultak. Pintért akarod! Pintért akarod! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Elegünk van! Itt előadtak egy performance keretei között egy álhíradót. Egy kis híradó fog következni. A kormány továbbra is hősiesen védi gyermekeinket a dollár baloldal nem átműtő programja kiúsítása után megakadályozta, hogy semmire kellő Brüsszel által támogatott pedagógusok illegális sztrájkkal akadályozzák a diákok tanulását. A belügyminisztérium élén az elismert rendőrtisztelt Pintér Sándorral sikeresen eltávolította a szóban forgó árnyék pedagógusokat. Ezzel is megkönnyebbítette a diákoknak az érettségire való felkészülését. Köszönjük, Sándor! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Majd szétvertek egy tévét. De nem csak az oktatás. Nem csak az oktatás van ilyen rossz helyzetben, hanem a szabad sajtó is. Az elmúlt években folyamatosan kopták a támadásokat és lehetetlenítették el őket. Ezért is választottuk ezt a helyet, de most megmutatjuk, hogy mit gondolunk a közmédiáról. Szeretnélek titeket kérni, hogy ismételjük meg azt, amit november 18-án a Clark Ádám téren tettünk, azaz egy perc néma csönd lesz, de ezúttal a szájunkat befogva, hogy megmutassuk azt, hogy hogyan és mennyire némán utasítja el a köztévé és a közmédia a követeléseinket, az ultimátumunkat, pedig mindenkit kellőképpen kell tájékoztatni az oktatás katasztrofális helyzetéről. A diákokat arról kérdeztük, hogy milyen volt a belügyminisztérium előtt a virasztás. Én egy éjszakát voltam kint, nagyon sokszor napközben voltam kint, és támogattam a többieket. Sajnos nem engedhettem meg magamnak egészségügyi állapotom miatt, hogy többet kint legyek, de támogattam őket mindenben, amiben tudtam. Ezek szerint nagyon megfáztál? Hát kellően beteg vagyok, de próbálom kiállni a sarat, most is azért a szakadó idő nem segít nekem. Én még maradtam volna egyébként, de tényleg olyan szinten összefagytam, meg volt olyan éjszaka, azt mondták, éppen akkor mentem oda, amikor szárították a dolgokat, hogy minden is elázott a táborban. Hányan voltak a virasztás? Nem hagyjuk! Én átlagot nem tudok mondani, az első nap mindössze hatalt. Az első éjszak nagyon kevesen kezdtük, és talán már rögtön a második nap, már 30-40 ember aludt kint, és körülbelül ezt tartottuk, tehát egy ilyen 40-50 ember, én azt mondom, hogy mindig kint volt, éjszakára pedig olyan 20. Megkérdeztük továbbá, hogy amennyiben a követeléseik teljesülnének, és bejutnának a köztévébe, akkor mit mondanának el ott mindenképpen? Tapasztalatokat mondanék arról, hogy én mit látok a saját iskolámban, arról, hogy tényleg a tananyag az rengeteg, az épületek omladoznak, és hát tényleg az, hogy a sztrájk alapjogát elvették a tanároktól, és a polgári engedetlenség miatt, ami erre válasz, kirúgják őket. Ez a lehető legrosszabb üzenet a mostani nemzedéknek. Igazság szerint ebben az 5 percben, ha ezt az 5 percet megkapjuk, akkor azokra a legégetőbb kérdésekre szeretném, meg a legfontosabb problémákra szeretnék felhívni a figyelmet, ami igazság szerint nem hangzik el a köztévében. Néha-néha beszámolnak a tüntetésénkről, de akkor is főleg csak azt mondják el, hogy tüntettünk, és ez meg egy dollárbaloldal vagy Gyurcsány elhangzik.
Viszont mi szeretnénk azt is elmondani, hogy valójában miről szól az egész, és milyen égető problémák vannak most az országban. Kérlek, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és ha megteheted, támogasd az átlátszót.